Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend. A mai műsor igazán mozgalmas lesz, egyrészt a témák miatt is, másrészt pedig azért, mert ingázni fogok ide-oda a különböző díszletek között, hogy miért, hamarosan kiderül, de első vendégeim már itt csücsülnek a díszletünkben. Babisz Csaba, a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületének Nyíregyházi Önálló Jogú Szervezetének elnöke, valamint Ács Anita titkár és Chloe, a Fekete Labrador Kölyök. Sziasztok! Szia. Szombaton ismételten kutya kiállítás lesz Nyíregyházán. Az ott a kérdés, hogy hanyadik alkalommal és egyáltalán milyen célzattal? Hát, hogy hanyadik alkalommal, ez szégyen, nem szégyen, nem tudjuk megmondani. Mert olyan sokadik. Mert 57 óta létezik az Egyesületünk, és sajnos ilyen dokumentumunk nincs, hogy hanyadik alkalommal. Arról tudok beszámolni, hogy a mi vezetésünk által ez a negyedik kutya kiállítás, amit szervezünk, ez országos CAC kutya kiállítás. CAC, mi ez a CAC? Ez egy rövidítés egyébként, ez a CAC, ez az országos kiállításnak a rövidítése. Aha. Egyébként annyit csak így visszacsatolva, hogy a kiállításunk az vasárnap lesz, jaj, nem bocsán, szombaton semmi gond. Nem menjenek szombaton sehova. Tehát vasárnap lesz igen a kiállítás, ugye kint a múzeumfaluba, és ugye, ahogy mondtam, tehát a CAC ez az országos kiállításnak a rövidítése, és ugye ez innen ered. No de hát, adott a kérdés, hogy hogyan, kiket állítanak ki a tenyésztők, meg hát hányféle verzió, verseny feladat lesz, hiszen vannak gondolom kisebbek, tehát nagyebbek. Csak fajta tiszta kutyák nevezhetnek, ugye itt nincsen keverékkutya kiállításon, akik törzskönyvvel rendelkeznek, különböző korosztályok vannak, tehát a kölyök osztálytól a veteránig, és tehát melyik kutya, melyik osztályba tartozik oda nevező gazdája, és ott méretteti meg. Aztán utána a kiállítás végén van egy best in show, ahol a kiállítás legszebb kutyája és a fajta csoportok győztesei kerülnek ki. És lesz egy újdonság is, hogyha jól tudom, az már inkább a szórakoztató műfaj kategóriája lesz. Abszolút, tehát ugye gondolva arra, hogy nyilván az embereket érdekli a kutya, de azért egész nap mondjuk csak azt nézni, hogy egy bíró bírálja a kutyát, és úgymond nem mindent hallani, hiszen ahhoz tényleg ott kell állni közel, hogy hallja az ember, hogy mit mond mondjuk a bíró, és ennek okán, illetve azért, hogy minél színesebb legyen ez a program, idén megrendeztük az első nyírsi kupát, ami egy agility verseny lesz. Tehát ugye mindenféle akadályon ugró, kúszó, bujkáló kutyákat lehet majd látni nálunk, és nagyon várjuk erre is a nézőket, tehát akik kifejezetten ez érdekel. De oda is csak a fajta tiszta kutyák érkezhetnek? Nem, abszolút nem. Már? Abszolút nem, itt már mindenféle keverék és bármilyen típusú, márkájú kutya nevezhetett, ugye ezekre, erre a versenyre. Itt csak az az érdekesség, hogy ugye a gazdi és a kutya kapcsolatát mutatja ugye maga ez a sport, hogy mennyire összhangban tudnak együtt dolgozni, és ez egyébként bárki számára, tehát kistestű, nagytestű kutya, mindenkinek nagyon hasznos lehet ez a sport, mert egyrészt nagyon jól le lehet mozgatni vele a kutyát, másrészt pedig ugye kialakul a gazda és a kutya között egy nagyon jó kapcsolat. Ide engedett Chloe-t, mert nagyon szeretne idejönni, köszönöm szépen. És hát egy gyönyörű szép labrador kölyök kutyáról van szó, ő mennyi idős? Ő 4,5 hónapos. 4,5 hónap, igen. És volt már versenyen? Igen, volt már egy speciál labradoroknak rendezett
rendezett kiállításon, ahol egyébként az összes bébi közül ő lett a legszebb, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk. És mit nézzünk egy kutyán? Mitől szép egy kutya? Persze gondolom fajtától függ, hogy mondjuk a, nem tudom, bulldognak hány ránc van a nyakán, vagy a labrador mennyire mókásfülű vagy sem. Tehát, hogy ez mitől függ? A lényeg, hogy minden kutyának van egy fajta sztenderdje, az a fajta leírása. Tehát a bírók a standard szerint bírálnak, tehát hogy egy kutya mennyire közelíti meg a fajta standardben leírtakat, ahhoz nézi a kutyát, tehát ugye le van írva a fejtől, a mar magasságtól kezdve, tehát minden paraméter, szögelések, stb. Chloénál mit néznek majd? Közben igen, mondom a nézőknek, hogy elírtuk a téma mondatot is, a kutya kiállítás nem szombaton lesz, hanem vasárnap. Igen, igen, csak közben néztem. De mit néznek majd Chloén például? Egy labrador mikor szép? Gondolok itt arra, hogy milyen magas, vagy mennyire hosszú, rövid a teste. Így van, nyilván ugye ezek mind nagyon fontosak. Egyébként a labradoroknak három alapvető és legfontosabb ismérve van, ami alapján ugye ezt a standard is leírja. Tehát a legfontosabb a farka, ugyanis a labradornak vidra farkának kell lenni. Ez azt jelenti, hogy a tövénél vastagabb, és a vége fele vékonyodik. Ezt ugye, ez azért fontos, ez a vidra farok. Igen. Ez azért fontos, mert ugye úszás közben ezzel tudnak kormányozni, és hát ők az egyik legismertebb vízivadász kutya, tehát nagyon sokan használják is ugye munkában. Tehát ez az egyik dolog. A labradornál a másik pedig, ami még egy nagyon fontos, az a teste. Arra azt mondja például a standard, hogy ilyen egy tömbből faragott. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen kicsit ilyen hordó jellegű kell kinéznie egy labradornak, és a harmadik és a legesleges legfontosabb az a tekintete. Tehát egy labradornak mindig barátságos, melegséget sugárzó tekintetének kell lenni. Tehát ezek végül is azok, amiket leginkább figyel mondjuk majd egy bíró. Alapvetően egyébként bármely kutyánál, amit minden kutyánál megnéznek, az a harapása, hiszen harapás hibával a kutya ugye nem kerülhet tenyésztésbe, és azért a kiállítások azok valahol és részben ugye, azok a tenyész egyedek kiválasztását segítik. Na hát pont Chloé így nyújtózkodik meg, ledobta magát, pedig most akartalak megkérni Anit, hogy van még egy percünk arra, hogy megmutassuk, jó, hogy hogyan szoktátok megtartani a kutyákat, hogy milyen testtartásban zsűriztetitek, és akkor odaadom neked. Chloé, gyere! Gyere! Jó, itt középen akár. Jó, mindjárt csak rájön föl. Ja. Figyel! Úgy figyel, nagyon ügyes. Igen. Ezt kell nekik tudni gyakorlatilag, őket ugye ilyen free handlinggel állítjuk, ezt így határozták meg, ennek ez a neve, és akkor gyakorlatilag ugye így lehet őt beállítani, és akkor a bíró úr megnézi a fogát, aztán pedig ugye lebírálja a többi dolgokat. Amit annyira nem szeretnek a kutyusok, legalábbis az én ismeretem szerint. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Én átlépenek a stúdió másik díszletébe, hiszen ott már Tóth Tamás vár ránk, a Magyar Kard napja újra megszervezésre kerül, ez már ténylegesen szombaton. Jól mondom? Jól mondom. Szervusz, Tamás! Hű, egyet több a kard. Készültem. Aha, én nem. Hát egy kis merénylet lesz. Na és akkor mit kell csinálnom? Hát vívni. Veled, mint gyakorlott. Igen, nagyon jó feladat lesz szerintem. Mit kell csinálnom akkor? Mert hát gondolom neked van egy komplett felszerelésed, igen, én meg itt vagyok utcai öltözetben. Én most beöltöztem ehhez ennek megfelelően, de hát a minimálisan szükséges felszerelést hoztam. Ez lesz a maszkod. Már látom, hogy a kollégek ordítva röhögnek bent a stúdióban, illetve az adásvezérlőben. Jobbkezes vagy, ugye? Igen, jobbkezes jó, vagyok. Jó, akkor hoztam, várj, ezt megfogom, vedd fel a kesztyűt. Először vegyem fel a kesztyűt, igen, okay. igen, hoztam egy ilyen kis... Jó. Ezt fogadjunk gyerekméret, igen? Női méret. Hát akkor gyerek. Igen, ez a maszk. És ezt pedig csak simán fel. Igen, de még egyelőre ne vedd föl. Vagy ezt hogy? Légy szíves így a bal kezeddel, így, ahogy én, ide a így. Magad mellé fogod, igen, aha, és itt a legfontosabb, aha. Hoztam neked egy ilyen és ez könnyű vívókardot, úgy, egyelőre. A részletekkel egyelőre nem untatnálak, hát ugye lévén a vívás az egy rendkívül gyakorlatias. Olyan, mint hogyha valakinek levágtuk volna a fejét, nem? És megfogtuk hát, volna. Régen biztos volt rá precedens. Azzal fogunk kezdeni, hogy tisztelgünk egymásnak. Köszönünk, ugye, hát na. Te úriasszony vagy, én úriember, igen. És akkor mielőtt egymásnak esünk fegyverrel, azért köszöntjük a másikat. Ezt régen úgy zajlott, hogy
Látom. Nem, velem szembe, kérlek. Igen. A jobb lábad, nézel velem szembe. Majd ez, a bal lábad, vagy a te? Az itt csak úgy, hogy rendezői jobb, vagy nem? Jaj, igen? Nem. Így, igen. És akkor ide a kardot, ide felhozod ide a markolatot a szívedhez. Előre nyújtod, irányomba, úgy, ez az. Visszahúzod, ide. És jobbra lefelé vágsz egyet. Úgy, ez a rövid, még hangja is. Még hangja is volt. Igen, ez a rövid köszöntés, jó? És ezt mindig úgy illet elvégezni, ezt a köszöntést, hogy a maszk az nem volt fönt, mert egyébként ugye nem tudod, hogy kinek köszönsz. Tehát akkor először így, szépen, igen. Lehozom elém, igen. Visszafel, vissza, és suhintunk. Igen, van ennél hosszabb, hát ez és ez a rövid. Jó. Gondolom, rövid ezeket köszönés. A köszöntő mozdulatokat is meg lehet majd nézni a rendezvényeteken. Hanyadik alkalommal csináljátok ezt a Magyar Kardnapját? Ez a harmadik nyíregyházi Magyar Kardnapja lesz, úgyhogy nagyon nagy öröm, hogy a városvezetés támogatásával, illetve a múzeummal közösen összedolgozva ezt a harmadjára tudjuk megrendezni. Hol lesz a fő központja ennek a múzeum, tehát Jós András múzeum, és akkor szombat délután. Mindenki délőtt a ballagásokat elintézi, én is a gyerekeimmel, és akkor délután megyünk a múzeumban, nagyon szép rendezvényen, nagyon szép programokkal készülünk ott. Lesz bemutató is, úgyhogy egyébként meg nyilván utána megtalálnak minket a Kossuth gimnáziumba, hogyha valaki kedvet kap, meg majd nyilván múzeumok éjszakáján is ott leszünk, tehát a múzeumban mi már törzsvendégek vagyunk, ha lehet. Igen, és ez a jó a Magyar Kardnapjában, hogy nem feltétlenül csak kiállítással készültek erre a rendezvényre, igen. Hanem teljesen megmozgatjátok az egész megyét, sőt mondhatni az országot is, mert hogy nem csak nyíregyháziak és környékbeliek lesznek itt. Kik azok, akik húzó névként ott vannak, ott lesznek a rendezvényen szombaton? Hát elsőnek a debreceni szabadvívókat emelném ki, ők át fognak mindenképpen jönni. Miután legutóbb erre beszélgettünk, azóta én Miskolcon elindítottam egy szabjavívó iskolát, ami most jövő hónaptól gyakorlatilag kirepül a fészekből, tehát ők is önjáróak lesznek, ott a Miskolci Egyetemnek a jogi kara az nagyon nagy segítséget adott, hogy ez elinduljon, és ott is elindult ez, tehát növekszik, tehát jönnek Miskolcról, Szegedről és Budapestről. Na de kiknek javaslott mondjuk a Magyar Kardnapja, nem mint rendezvény, hanem mondjuk úgy, aki ki is akarja ezt próbálni, akar? Tehát hogy akkor vívjunk. Gyerekektől felnőttig bezárólag, tehát az elmúlt egy évben én indítottam egy gyerekcsoportot is, ugyanis rengetegen kerestek meg gyerekek, akik nem feltétlenül versenyezni szeretnének, hanem szeretnék kipróbálni a vívást, szeretnél megismerkedni a saját magyar kultúrának ezzel a részével. Na hát Tamás bácsi, egy percünk van arra, parancs, hogy én is szeretnék megmutatni valamit, Vivian, nem csak ezt a köszöntést. Jó, akkor nézd csak abból igen, az a jobb állásból, láb, igen, még gyakorlatilag mindig felé. A jobb lábadat tedd így ilyen két talpnyit előre, bal láb, igen, rogyaszd be kicsit a térdedet. Rogyaszt, igen, 50-50% a testsúly, azaz, segíteni igen. Fogok neked most, jó? Úgy. Igen. Ez fontos. Igen. Fő a biztonság. Így, ez az. Direkt nagyot hoztam neked. Igen, most röhögnek a kollégák. Remélem, hogy a mikroportot nem vertük le. Nagyon jól áll. Igen, berogyasztott. Egyenes gerinc. Igen. És akkor ilyen régi módján fogunk fölállni. Most már nem így állnak fel a kardvívók, hanem az a lényeg, hogy az alkarod körülbelül vízszintes legyen, és a hegy az majd én rám mutasson, jó? Körülbelül a derekamra csípőre. Hát ez nem túl kényelmes testtartása hát, a kéznek. Vívni, mit mondjak, hát az fegyver, az alapvetően nem egy kényelmes jó. dolog. Az lesz a feladat, hogy én ebből a helyzetből egy ilyen hasvágást fogok indítani. Aha. Ezt te persze nem hagyod. Automatikusan kifordítom? Nem, hát a másik irányba jössz majd. Hát inkább akkor így jövök. Igen. Így szépen. Ilyen vonali átmenettel ide fogod értem. Hozni a pengét. Majd ez lesz nem a egy ilyen V alak. Pontosan, tényleg. Azért igen, igen, átmenet, vonali átmenet. És utána, ha ezt kivédted, utána így könyökből lendítve szépen fejbe vágsz engem. Jó, tehát okay. Segítek még egyszer. Tehát ebből a helyzetből először védés, és akkor és visszavágás. Csap. Így, okay. Jó? Hol menni fog ez? Remek. Hát ügyes vagy te, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy menni fog. Csak ez a rongyasztás kicsit kellemetlen nekem, mert igen. Nem elég erős a combi. Igen, igen, úgy szépen elegánsan. És akkor én indítom a vágást. Így. Úgy. Kivédni. Igen. És már és is vissza a fejre. Remek. Még egyszer. Kiinduló helyzet. Úgy hozd egy kicsit beljebb a kezed, lejjebb, csak úgy, ahogy az enyém áll. Igen. Könnyökből súlyezd meg az egészet. Lejjebb. Még lejjebb. Így. Remek. Oda. És előre. Aha.
Na még egyet, harmadik a magyar igazság. Nem lesz már a idő, de megcsináljuk. És már autó. És jöjjön a visszavágás. Kicsit jó. Már belecipráztam a meg? Dolgot. Én köszönöm szépen Tamás a segítséget, meg azt is, hogy leveszed rólam ezt a sisakot, meg fogod, hogy lenne essen. Remek. Még, de egy, hát font, a kardi... még egy fontos mozdulat igen. van. Bal oldalra. Igen, ezt vissza. Ezt vissza. Igen. Jobb kéz. Jobb kéz. Úgy. Tradíció. Ja, igen, a végén. És befejezzük. Még egyszer a ugyanúgy. Is, elején is, végén is. És úgy. Köszönöm jó. szépen. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, meg a lehetőséget. De hát a kardi nem csak a magyar napján lesz főszerepben, hanem a múzeumok éjszakáján is. Ezzel kapcsolatosan vendégem Bene János, a József András Múzeum igazgatója, valamint itt van Balogné Szűcs Zsuzsanna is, aki a Sóstói Múzeum falu Szent Iván éjéről fog nekem beszélni, mivel az talán korábbi rendezvény, jól mondom, beszéljünk akkor erről. Mikor, hol, miért és ki lesz a fő-fő húzónév? A szabadtéri néprajzi múzeumok Szent Iván éjszakáját szokták ünnepelni, és a Sóstói Múzeum falu is ehhez kapcsolódott. Mi tényleg a szerelmet fogjuk előtérbe helyezni, ugye a szerelem éjszakájának is szokták nevezni, hiszen ekkor tüzet ugornak a szerelmes párok, hogy a gyógyító hatás mellett a szerelem is megpecsételődjön. Ezért mi a Szerelem Patak című dokumentumfilm vetítésével fogjuk kezdeni 19 óra 30 perckor június 23-án a Szent Iván éjszakáját, amikor is Sós Ágnes rendezi. Nő, aki a dokumentumfilmet rendezte, és a paraszti élet szerelmi, erotikus világába kalauzol el bennünket, beszélgetésre is invitálja a látogatókat, illetve a dokumentumfilm nézőket. Ezt követően, ha már itt van, akkor megnyitja a Szerelem Szerelem című időszaki kiállításunkat, ami a Jármi Kisnemesi házban fog megnyílni, és olyan népi tárgyakat mutatunk be, amelyek szerelmi ajándékok lehettek, mint például a mángorló vagy a kelengy gyaláda, és erotikus tárgyak is előtérbe kerülnek, mert azért a népi tárgyak bár olyan egyszerűek tűnnek, azért van egy mögöttes tabu tartalma is, úgyhogy ezeket jeleníti meg az időszaki kiállítás. A fő vendégünk a Szabó Balázs bandája lesz, akik 22 órakor lépnek fel, előttük pedig a tűzvarázs tűzzsonglőrök fognak tűztáncot bemutatni. Szabó Balázs pedig szintén a szerelem témában hívtuk, hiszen a költészet és a zene nála nagyon szépen ötvöződik, úgyhogy ők lesznek a fő attrakciók, majd pedig természetesen, mint ahogy szokás, a Nyírség Tánc Együttesnek a műsorával zárjuk a napot, és tűzugrással pecsételünk meg minden szerelmet, aki eljön hozzánk a múzeum faluba. Ismét különleges lesz ez a Szent Iváni, ugye mondhatni a nyár közép hivatalos napja, és hát ezek után itt van a várva várt múzeumok éjszakája, ahol tényleg főszerepet kap a kard. Igazgató úr, június 25-én mi várható Nyíregyházán? Hát mi szeretnénk egy nagyon szép éjszakát tartani, hiszen a múzeumnak mindig is az volt a filozófiája, hogy olyan rendezvénysort állítsunk össze, ahol minden korosztálynak adunk, így aztán a gyerekektől a felnőttekig, délután, amikor a múzeum kapuját kinyitjuk, a kertesok megnyitása után Tóth Károlyék, Totyáék, ugye jobban ismer a kedves néző, Ludas Matyit fogják előadni, ez kifejezetten gyerekműsor, és aztán jönnek a felnőttek, és úgy gondoltuk, a másik dolog pedig az, hogy bár ugye arra találták 1999-ben a franciák, hogy ez a múzeumi éjszaka egy ilyen lazább dolog legyen, de azért úgy gondoljuk, hogy egy múzeumban illik kicsit komolykodni is, és mivel a idei szlogen az volt, hogy felfedezők, hősök, újítók, és ugye mert 60 éves évforduló van, mi úgy gondoltuk, hogy a Magyar Kard napjára, tehát most már a hétvégén 18-án megnyitjuk az 56 hősének emlékkiállítását, tehát ezzel adózunk a hősöknek. A felfedezőknek, újítóknak pedig a humanoid robotokkal, a LEGO kiállításunkkal, a Szépség és a Reklám című kiállításunkat, tehát minden körbejárjuk itt az egész múzeumi ügyeket, és nyilvánvaló, hogy az estétől pedig már a könnyű zenéjé, a könnyebb műsoroké lesz a helyszín. Olyannyira, bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy Berec András mesemondó, Muri Enikő koncert, stand-up comedy, Lorán Barnabás Trabarnával, Artézis Jazz Trio, No Hate, a Prémvadászok Együttestől, Múzeum Rock Band, hogyha már a múzeumnál vagyunk. Hihetetlen rendezvények lesznek a múzeum udvaron, ugye ez mind ott lesz.
jó idő az garantált, azt mondják. És hát a népi játszótér is biztos, hogy megmozgatja majd a kicsiket, családosokat. Az épületben pedig, ahogy említetted, a Lego kiállítás maga, ez a 60 éves jubileum alkalmából a hősök kiállítása. Kiket vártok most? Tehát tényleg, ahogy mondtad, mindenkit? Igen, így van, és eddig úgy láttuk az elmúlt években, hiszen már mi is lassan a 9. rendezvényt, a 9. éve rendezzük ezt, hogy nagyon sokan és minden korosztályban, hiszen azért ennek vannak még kísérő részei, hiszen a múzeum pincéből, a Lego pincében airsoft lövészet lesz. Ó. Na. Azt érdemes kipróbálni szerintem. Igen. Aztán ugye az iparkamara udvarát elkértük, ahol a honvédség fog toborozni, ott lesz egy Gripen szimulátor, ha minden igaz. Oda jönnek a katonák a fegyverbemutatóval, a harcjárművekkel, jönnek a tűzoltók tűzoltószerekkel, jönnek a rendőrök rendőrségi szerekkel. Tehát tulajdonképpen a gyerekek megint csak elmászkálhatnak, ott felvetik a sisakot. Szirénázhatnak, tehát ez mind ott lesz. És hát ugye, mert ez hosszú éjszaka lesz, úgy gondoltuk, hogy hívunk oda egy vendéglátóst is, aki megéhezik egy kis sztrapacskára, egy kis káposztára, meg is szomjazik rá, akkor egy jó környezetben töltse az estét, az éjszakáját. Tehát így lenne kerek ez az egész történet. És nekünk vannak partnereink is, mert együtt ünnepelünk a Kálai gyűjteménnyel, ahol Mozart 260. születésnapjára a Mozart művekből lesz előadás, a levéltárral, a vasutas műfázzal, a vízgyűjteménnyel, és most újabban bekapcsolódott a görög-katolikus hittudományi főiskola könyvtára, a görög-katolikus egyházi gyűjtemény, és hogy ne kelljen sokat sétálni, a Csihuhu szépen körbe fog menni többször a városban, elvisz a érdeklődőket minden gyűjteménybe, és aztán vissza is hozz őket itt szakára. Nagyon jó akkor, mert a közlekedés is megoldott, ugye hajnalig nyitva vannak ezek az intézmények, egyikről másikra át lehet sétálni. Én amondó vagyok, hogy akit érdekel a részletes program, az keresse a plakátokat, szóróanyagokat, vagy akár interneten tájékozódjon. Én köszönöm szépen. Így van, azért mondom, hogy most már minden fent van. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és képzeljétek el, hogy most egy koncertnek az összefoglalója következik, mert múlt héten Rácz Gergő, aki fonogramdíjas énekes, zeneszerző, producer, és még sorolhatnánk, Nyíregyházán koncertezett. Most következik az a bizonyos összefoglaló, amit az imént említettem. Milyen színpadi pluszokkal, extrákkal készültetek a Nyíregyházi nagy koncertre? Egyrészt lesz egy kivetítés, egy nagyon nagy kivetítés, aminek köszönhetően be lehet majd mutatni egy egyszemélyes a kapella produkciót, amit csak a fonogram díjátadón sikerült eddig megvalósítani színpadon. Kiket tudtál bevonni a Nyíregyházi koncertbe? A Glória gyerekkórust, ugye három dalban is ők fognak énekelni velem együtt. Volt közös próbánk is, itt a színpadon is, illetve az iskolában is, és nagyszerűen felkészültek, nagyon profin tudják a dalokat, és nagyon lelkesen várják a ma estét. Milyen dalokat hallhatunk ma tőled? Hát egyrészt azokat, amiket a rádióban ismerhetnek tőlem az emberek, például Csakály mellémet, vagy a Bennünk a világ című számot, illetve olyan számokat, amikben szerző, társszerző vagyok, ilyen a Szerelem miért múlsz, vagy az Őrizd az álmod, vagy a Törkije csendből című dal, úgyhogy hát minden olyan dal elhangzik majd, amihez valamilyen fajta közöm van. Bármit várunk, eljön végül, csendben készül, nő és szép. Most kell, hogy kérd, most kell, hogy várd, most képzeld el.
Csajok, meséljetek arról, hogy milyen volt Rácz Gergővel próbálni, és egyáltalán milyen élményekkel gazdagodtok. Nagyon jó volt, és sok mindent tanultunk tőle. Hát erősödött a hangunk. Hát ilyenek. Nagyon kedves volt, és mindig nagyon közvetlen volt, barátságos, amikor vele próbáltunk. Az iskolába is többször eljött, hogy itt tudjunk együtt próbálni, ez is nagyon jó volt, meg gitározott is nekünk, meg tök kedves volt így. És most sem ilyen feszült a hangulat, nem tök barátságos, és így tök jó, mert senki nem izgul, meg nincsen ilyen feszültség a színpadon, és így könnyebb is lesz énekelni vele együtt, és szerintem nagyon könnyű volt így vele együtt működni, és tényleg mindent nagyon kedves volt, és segített nekünk mindenben. Mennyire szeretitek az ő stílusát, munkásságát, dalait? Hát nekem nagyon tetszik, tetszik az összes száma, szoktam hallgatni néha. Nekem is, én otthon is szoktam egyébként így hallgatni az ő számait, mert tök jó szövegük van, és könnyen is tanulható, ami most így segített egyébként így a fellépésen, hogy könnyen meg tudtuk tanulni a szöveget. Én leszek majd a holnapon, ez még csak a kezdet, de bízom benne, együtt minden könnyebb, a szívünk, ha ébred. Csak a kezdet, de bízom, bízom benne. Együtt minden könnyebb, a szívünk, ha ébred. Együtt minden más, élvezem a hív, a képzelet. Ami benne csendben ég, sose volt még őszintébb. Én érzem igazán, ami minket együtt vár. Én látom igazán, külön minden percért kár.